Tisztelt plébános atya, tisztelt megjelentek, kedves vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim! A Város Önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm Önöket a tavaly átadásra került Ősök parkja után a Szent László park avatásán. Ez a park a temető és a Bocskai utca sarkán talán legkülönlegesebb a tavainál. Míg tavaly egy régi parkot öltöztettünk új köntösbe, itt a semmire épült egy új közösségi tér. Nem állt itt más, csak néhány pad, amelyből most a környéken lakóknak és az elképzelés szívükön hordozóknak köszönhetjük a szép kis park létrejöttét. Az ötlet és a kivitelezés is közösségi összefogásból született. Kelemen László önkormányzati képviselő volt az ötlet gazda. Az önkormányzat városgazdák és csoportja, helyi lakosok és vállalkozások teremtettek itt egy szép parkot. Az összefogás azonban nem csak anyagiakban mutatkozik meg, hanem önkéntes, közösségi munka felajánlása, végzése által is. Akik részt vettek a munkában, azok jól tudják, akik régebben jártak erre, vagy kevésbé figyelték meg, azoknak elmondom, a négy padon kívül ezen a területen nem volt más. A víz bevezetését a víziközmű szolgáltató felajánlásának köszönjük. A régi kerítés betonelemei eltávolításra kerültek, és teljesen új, minden szempontból megfelelő védőkerítés készült, melyhez az anyagot az önkormányzat, az építési munkát pedig a lakosok biztosították. Játszótéri elem is felállításra került a környéken lakó apróságok örömére. Most még csak egyet lehet birtokba venni, de hamarosan torony csúszdával bővül a kis tér. Új földfelületet a Matécsa Kft. Jóvoltából kapott a park, a kertészet munkatársai füvesítettek és öntözőrendszert is kiépítettünk. Dísznövényeket telepítettünk, 41 darab tuja került elhelyezésre. 70 négyzetméter járda létesült, melynek anyagköltségét szintén az önkormányzat biztosította, a kivitelezési munkát pedig a Zaliszon Kft. Végezte. Valamennyi munkafolyamatot lehet, sőt biztos, hogy nem soroltam fel teljes körűen, de szeretném felolvasni azok nevét, akik munkát vagy támogatást ajánlottak fel a park megteremtése során. Hálával tartozunk, köszönjük nekik! Árvai Csaba, Bonyhádi Tibor, Bóna Imre, Csörgő Zoltán, Dr. Agócs Ákos, Dr. Percs Endre, Flajsz József, Lecsó, Kelemen László, Lajkó János, Óber János, Pálinkás Károly, Szilágyi Gáspár, Szűcs Antal, Tóth István, Agrodíler Kft., Antóni Zsolt, Bleszák Dániel, Kis Csaba, Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft., Matécsa Kft., Zaliszon Kft., Városgazdálkodási Csoport, Radva Zoltán és munkatársai, és természetesen Kecelváros önkormányzata és a képviselőtestülete. A közösségi munkát végzők minden bizonnyal ennél még többen vannak, tehát köszönjük mindenkinek, aki akár a tervezés, akár a kivitelezés során segített, és majd a jövőben a rendbentartás, karbantartás során is a segítségünkre lesz. Óvjuk, védjük, amit közösen megteremtettünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kecelváros nevében hálás vagyok azoknak is, akik ma eljöttek és velünk ünnepelnek. Reméljük, hogy a park a jövőben betölti majd küldetését. Szeretnénk, ha minél többen használnák, rendeltetésszerűen. Örülünk, ha játszanak benne vagy megpihennek egy padon, és talán sokszor az is elég, ha rohanóban, jártunkban, keltünkben nyújt szép látványt, egy kis megnyugvást. Egy kis nyugodt sziget lesz Kecel szegletében. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a gondolat jegyében nagy szeretettel adjuk át a parkot a családoknak, a legkisebbeknek. Minden bizonnyal sok örömet fog megérni, sok könnyed, boldog pillanat lesz tanúja. Óvjuk, vigyázzunk rá közösen, mert ez a park mindannyiunké. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, polgármester urat, képviselőket, városvezetés, intézmények, szervezetek, munkatársait, és legfőképpen az itt lakókat, itt élőket, körül lakókat, akik
nek a lakóhelye, otthona, utcája, élettere mellett létesült ez a park. Közpark, ezt úgy fordítjuk magyarra, hogy közterület. A közterületnek olyan elvont, távoli, embertől távoli kifejezésnek tűnik, és úgy tűnik, mintha az nem a miénk lenne. A közterületet, hogyha még pontosabban magyarra fordítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a közjavát szolgáló terület. Ahogyan polgármester úr is említette, és ahogyan az ötletgazdák a létesítésben, kialakításban közreműködők is dolgoztak érte, ez mindannyiunké, a városé, az itt élőké, az emberi közösségé, az emberi közületé, a köznek a javát szolgálja egy ilyen park. Második gondolatom, amit polgármester úr is említett, hogy előtte nem volt itt park vagy tér, hanem ez egy üres terület volt, ahol járművek parkoltak, illetve, hogyha jól értettem, akkor 4 pad el volt helyezve. De az emberi közösség összefogása, az alaktalan, formátlan teret parkká nemesítette. Olyan parkká, amely az alaktalan, formátlan térrel ellentétben már rendelkezik formával és alakkal, hiszen nagyon szépen körülhatárolt kis kertecske ez. A latin azt mondja, hogy hortus conclusus, vagyis zárt kert, de hát nem zárt, hanem csak körül van kerítve, és benne növényzet, játék, megpihenési, közlekedési lehetőség, és az emberi közösségnek az alkalmaihoz illeszkedő közösségi tér is elhelyezkedik. Az emberi együttműködés megformálja a teret az emberi közösségnek a javára. Tulajdonképpen Isten teremtői munkásságának egyfajta munkatársai vagyunk mi is, amikor az alaktalamból, a formátlamból, a céltalamból, a hiányosságból, az ürességből valami értéket hozunk létre, valami szépet, valami formásat, valami olyat, ami az emberi közösségnek a javát szolgálja. És ennek a parknak, ennek a területnek a szabadidőnket, a pihenésünket, a családunkkal vagy a társainkkal együtt töltött időnket kell szolgálnia. Nagyon-nagyon fontos a mai világban a közösségi összetartozásnak nem csak időt, hanem teret is, helyszínt is biztosítani. Ezért is nagyon örülök annak, hogy ebből az alaktalan, formátlan térből az emberi szorgalom, igyekezet és támogatás egy alakított, szép, formált teret hozott létre, amely ráadásul nekünk embereknek ez nagyon fontos, a jövőnek a reménységét is, dimenzióját is magában foglalja, vagyis nem csak az történt, hogy összefogtunk, csináltunk valamit, és na jó, akkor ez is megvolt, mehetünk tovább, hanem további fejlesztések. Ahogyan szintén elhangzott, további térelemek kerülnek majd beépítésre, és tovább bővül majd a térnek a funkciója, a térnek a rendelkezésre állási lehetősége. Tehát a jövőbeni összefogásnak is, további összefogásnak is egy területe marad ez a hely. Számomra különösen kedves az is következő gondolatként, hogy Szent királyunkról, Szent László királyunkról van elnevezve ez a park, amely nagyjaink, elődjeink, szentjeinknek a tiszteletét hordozza ebben a városban. Hál' Istennek van már másik Szent királyunknak a tiszteletére szobor a városban, most a második Szent királyunknak, Szent László királynak a tiszteletére pedig már park is van ezen a településen. Szentjeink, hőseink, nagy egyház és állam férfiaink megbecsülése az tulajdonképpen az örökségünk, a történelmünk, a jelenlegi identitásunk alapja. Hogyha az idő rövidsége nem tenné lehetetlenné, akkor Szent László királynak az életéből és múltjából is nagyon szívesen idéznék olyasmiket, hogy hazánk területét kiterjesztette, vagyis a Szent Korona alá vont olyan tartományokat, amelyek addig a békétlenségnek, az úratlanságnak, a káosznak a szélén álltak. Szent László király is megformálta a körülöttünk élő népeket. Például az örökösödési problémákkal küzdő Horvátország Szent László királyunknak a jóvoltából került a magyar korona alá. De hazánk területén is nagyon sok formálást vitt végbe, méghozzá törvények, rendelkezések a Szent Istváni állameszménynek a továbbvitelével és megerősítésével.
Személyesen Jámbor uralkodó volt, vallásos király volt, olyan, mint a tegnap is említett utolsó királyunk, boldog IV. Károly király, aki személyes vallásosságával is kitűnt az emberek közül. Emellett Szent László királyunk hordoz még egy olyan eszményt, amelyet talán a mai világban középkorinak gondolunk, de ha valójában belegondolunk, akkor mégiscsak nagyon mai az az eszmény. Szent László királyt az első lovak királyunknak tekintjük és gondoljuk, annak, aki a kora középkorban, vagy a virágzó középkor előestéjén a lovagi eszményt plántálta hősiességével, vitézségével, hitével a magyar társadalomba, a korabeli magyar társadalomba. Ma már nagyon nehéz lovagokról beszélni, hiszen bár Kecelen, hál' Istennek, a lósport azért élen jár, de mégis nem innen közelítünk, hanem ha a lovag király helyett azt mondjuk, hogy a korabeli társadalomban a lovag az az úri emberséget képviselte. Hát a mai világban nagyon nagy szükség van az úri emberségre, akinek értékei vannak, akinek célkitűzései vannak, akinek társai és partnerei vannak, aki a hölgyek, nők, asszonyok iránti tiszteletet ki tudja fejezni, aki vallásos hitével és Isten kapcsolatával példaértékű másoknak, élen jár az udvariasságban és a tiszteletadásban. A mai lovak király eszménye az az úri emberségnek az eszményében testesül meg. És minden olyan úri ember, aki a mai világban így él családjával és munkahelyével és emberi közösségével, az valamiképpen követi a Szent Királynak a lovagi eszményét a 3. évezred hajnalán. És még egy gondolatot szeretnék mondani, mielőtt megáldom a teret, a parkot. A Bibliában az a szó, hogy park, az nem szerepel. De az a szó, hogy kert, az szerepel. És a kertnek két fajtája van. Az egyik az elzárt kert, a hortus conclusus, a másik pedig a nyitott kert. Az elzárt kert az Isten különleges működésének a szintere. Az emberi magánélet, az emberi privát szférának a helyszíne a kert, az elzárt kert, ahol Isten különleges módon tevékenykedik. És a nem elzárt kert az Isten munkásságának, tevékenységének az a helye, ahol az egész emberi közösség javára ki tudja bontakoztatni a tevékenységét. Nem véletlen, hogy a Szentírásnak az első lapjain ott találunk egy kertet, az Éden kertet, amelybe Isten az embert helyezi, hogy abban a kertben, amely nyitott minden ember számára, minden jóság, minden érték és minden közösségi összefogás számára, ott boldoguljon az ember, érezze jól magát az ember, legyen jó a bőrében, és becsülje meg az ember társait, és adjon hálát az Istennek. Hát ez egy ilyen kert, egy nyitott kert, egy hortus apertus, amelyikben az Istennek a szeretete és jósága a Szent Királynak a pártfogásával meg tud nyilvánulni. Nagyon örülök annak, hogy ez a kezdeményezés elérte a célját, és ilyen szép, hát ha nem is végkifejletben, de ilyen szép mérföldkőhöz érkezett el, amely a további kifejleteknek a lehetőségét hordozza, és hálás szívvel áldom meg ezt a parkot, ezt a kertet, amelyik az emberi közösség számára a jó érzést, a szabadidőt, az összefogást, a közös céloknak a kitűzését és megvalósítását hordozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, Te úgy alkottad meg az emberiséget, hogy egymástól származó nemzedékek végeláthatatlan történelmi sorozatával tovább tudja adni az életet, be tudja tölteni a földet, és építse, alakítsa az általad teremtett világot. Te oltottad az ember szívébe, Szent Fiad által a szentek tiszteletét is, vagyis a Krisztus követés nemes, csodálatos és jó példái követésének képességét, valamint a nemzeti és történelmi hagyományok megtartásának alapvető készségét. Alázattal kérünk, hogy papi készföltételünk és szolgálatunk által megáldani és megszentelni kegyeskedjél ezt a Szent László királyunk tiszteletére és pártfogására kialakított parkot. Tartsd meg, Urunk, áldásodban és kegyelmedben azokat is,
akiknek ezen tér kialakítását köszönhetjük, településünk vezetőit, a közfeladatokat ellátókat, a felújításban közreműködőket és szervezőket, a dolgozókat, az adományozókat és az itt élőket, s minden támogatót. Tartsd meg, Urunk, áldásodban, kegyelmedben, egészségben és jólétben azokat is, akik itt élnek, akik ezt a teret és parkot közösségi érintkezésükben vagy kikapcsolódásukban használni fogják, s mindazokat, akik erre közlekednek otthonukba, vagy munkájukba, vagy ügyeik intézésére. Engedd, Urunk, hogy szentjeink és nemzetünk nagyjainak tisztelete, hagyományaik megtartása, emlékezetük ápolása, áldozatos és szorgalmas, munkás életük példájának követése, minket mindannyiunkat mindenkor, állampolgári és hazafiúi kötelezettségeink megtartására, katolikus egyházunk és keresztény hitünk törvényeinek betartására, áldozatos és felelősségteljes magán- és családi életre, becsületes és szorgalmas munkás életre indítson, kiérdemelve itt a földön a becsületet, a tisztességet és a jólétet, egykor pedig nálad, Istenünk, a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával, magyarok nagyasszonyával, Szent László királyunkkal és nemzetünk szentjeivel együtt az igazak örök jutalmát, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a parkra, s maradjon rajta mindenkor, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet mindenkinek. Áldott szép délutánt, jó együttlétet kívánok. Én is köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akiknek ötletéből, kezdeményezéséből, munkájával, támogatásával, szervezésével megvalósulhatott ez a park, és azt kívánom, hogy erősítse az összetartozásunkat, együttműködésünket, szolgáljon jólétünkre, örömünkre, pihenésünkre, megelégedésünkre, és legyen a jövő képünkben is, hogy tovább alakítsuk és fejlesszük, és a közöttünk lévő, vagy a köztünk lévő alakítatlan, formátlan terek nyerjenek alakot, formát, szeretetben, jóságban, Istennek tetsző életben és együttműködésben. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!